Tisztelt Hölgyek és Urak! A Fekete István Szabad Egyetem főszervezőjeként, dr. Popé Gyula igazgatónk nevében is szeretettel köszöntöm a megjelenteket és az internetes videóinkat, közvetítéseinket nyomon követőket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, a neves életvédőt, a Magyar Életért díjunkkal is kitüntetett nemzetközi hírű idegsebészt, dr. Csókai Andrást. Rögtön annyit hozzá is kell tegyek, hogy mivel Csíksomlyói búcsú közeledik, és már ma este el kell induljon egy repülővel egy ottani konferenciára, a pünkösdi búcsút megelőző konferenciára előadónk, ezért egy kicsit rövidebbre kell fogja, de exkluzív folytatással is készültünk, hiszen egyrészt dr. Popé Gyula professzor úr fogja a szokásos értékelést megadni, majd dr. Téglás Imre életvédő barátunk fogja folytatni azt a megkezdett gondolatmenetet, amit hallhatunk Csókai Andrástól. De előjáróban azért annyit hadd mondjak el, hogy a rendkívül mélyen megélt keresztény hitű Csókai András életmentő munkájában a bevallása szerint felesége nélkül semmire sem menne. Boldog családi életben 5 gyermeküket nevelték fel. Közös munkájuk nyomán sok család megmenekülhetett az abortusz okozta széthullástól. A Kárpát-medencében és a tengeren túlon több mint 1000 előadásban, 7 könyvben hirdette már az élet védelmét a fogantatás pillanatától. A Semmelweis Egyetemen 15 éve indított tantárgyat Istenhit és Orvostudomány címmel. Kopp Mária fogadta akkori tanszékébe. Az évi 80 hallgatós kurzus mindig hamar megtelik. Akkori és egyik fő feladata, hogy a jövő orvos nemzedéke zsigeri szinten tudja meg és adja tovább, hogy az emberi személy létezésének kezdete a fogantatás pillanata. Ezért üdvözölte Csókai András a szívhangtörvényre vonatkozó javaslatunkat, illetve később magát a megvalósult szívhangrendeletet, amely megfogalmazása szerint az elmúlt 100 év egyik legnagyobb politikai tette eredménye, ha a jézusi tanítás követése életünk célja. Csókai András következik. Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen a elődnek ezt a kedves dicsérő bevezetőt, de az utánam következő Imre, Téglás Imre, azt hiszem ennek a magzati életvédelemnek a legnagyobb magyarországi szószólója, és őnek itt valóban óriási eredményei vannak, az egész életét oda szentelte. Én is rajta vagyok ezen a vonalon, de van egy másik fontos témám, és én inkább erről fogok beszélni, hogy a tudományt, persze az is tudomány, hogy egyértelművé tegyük az embereknek azt, hogy miért a fogantatás pillanata az élet kezdete, mert ezt is tudománnyal alá lehet támasztani, és a materialista tudomány is alá tudja már támasztani, mégpedig 1961 óta, mert akkor fedezték fel a DNS-t, a kromoszómákat, és minden élet működése, hogyha teljesen materialista szempontból nézzük, és azt nézzük, hogy a gondolat, az a koponyánkban lévő 1 liter víz, 20 dek a zsír, meg 20 dek a fehérjének a terméke, tehát ilyen materiálisan nézzük, akkor is egyértelmű, hogy az élet kezdete nem lehet más pillanat, csak a fogantatás, mert akkor párba állnak a kromoszómák és a DNS. De hát sajnos még nagyon messze vagyunk, hogy ez bemenjen a köztudatba, nagy segítség kell, elsősorban a politika részéről, és ez egy gyönyörű dolog, amit csináltatok ebben a magzati szívhanggal. Krisztus a tudomány megváltója. Ezzel kapcsolatban indítottunk egy szabad egyetemet a Szőr Annával. Azért fontos ez, mert nagyon sok helyen ki lehet ejteni Isten nevét. Még a politikában is ki lehet ejteni Isten nevét. Krisztus nevét már kevesebb helyen lehet kiejteni, de mondjuk a művészetben abszolút, ugye, lehet Munkácsi trilógia, meg a gyönyörű zeneművek, tehát meg lehet nevezni, és be is tolja aztán a hitetlen világ a mitológia tárgy körébe ezzel ezeket a csodálatos alkotásokat. Ahol nem lehet kimondani a názáreti Jézusnak a nevét így,
hogy a bennem élő názáreti Jézus által tudom nektek ezt mondani, tudom nektek ezt az igazságot mondani. Hát ezt két helyen nem lehet, mind a kettő tudomány, az egyik a politika tudománya, a másik pedig a maga a természettudomány. És bizony, aki ezt így kimondja, azt adott esetben a parlamentben elkezdik gúnyolni, a tudományos konferenciákon meg egyszerűen ellehetetlenítik, és nagy üldözések járnak érte, és erről is fogok beszélni. Tulajdonképpen az én olvasatomban én egy idegsebész vagyok, sebész vagyok, műtőből jövök, tegnap is két műtétem volt. Ez a kérdés, ugye, valóság vagy fanatizmus? Nem fanatizmus ez. Ez egy megtapasztalás, és megmondta az Úr, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Tehát, hogyha én azt megtapasztalom, hogy ott van a műtőbe, és segít nekem, ha hívom, akkor erről számot kell adni. És én ezt többször megtapasztaltam. Nem csak akkor, amikor kreatív ötletek jöttek, tudományos ötletek. Ténylegesen a műtét során, amikor nagy bajba kerültem, bajba került a beteg, persze mindig akkor kell az orvos abban, hogy hívtam az Urat, hogy segítsen, és jött, és egy adott gondolattal segített. Leginkább ezt a sziámi ikreknél tapasztaltam, majd lesz róla szó. De ehhez ugye egy olyan élet kell, életvezetés kell, hogy állandóan párbeszédre, érintésre törekedjünk. Én ezt azért szeretem ezt a nigériai festő ábráját, mert pontosan itt vagyunk mi. Tehát a vérfolyásos asszony abba a heroikus zűrzavarba, ami akkor volt, valahogy oda verekedte, oda boxolta magát Jézusnak a köpenyéhez, és elkapta. Tehát nekünk is így kell elkapnunk az Urat, hogy létrejöjjön ez az érintettség. De nehéz ez, nehéz, mert néha a lehetőség, amikor nyílik, azt se vesszük észre. Ahogy annak idején a szamáriai, vagy a Mária Magdolna nem ismeri fel, nem ismeri fel, hogy ott van már Jézus mögötte, a feltámadt Jézus. Emauszi tanítványok mennek vele 4 órát, és nem ismerik fel. Hát hogy a fenébe lehet ez? De aztán rájövünk, hogy mi is mennyire nehezen ismerjük fel, és milyen mély imádságban, mély lelki utat kell megjárnunk addig, amíg átközdjük magunkat, ugye a egónkkal való ütközésen, ugye a mély lelki útban ez a legnehezebb, hogy az egó nem akarja ezt. Nem akarja, hogy kiüresedjünk, és az igazsághoz érjünk. Ütközni kell vele. Túl kell lépni, aztán utána jönnek azok a sötét erők, amiket kísértésnek hívunk, mert a sátán borzasztóan gyűlöli azt, hogyha valaki mélyen imádkozik, és elér a benne élő Szent Háromság egy Isten asztalához, de nem szabad megroppanni, nem szabad visszafordulni, mert mindig megkapjuk a segítséget. Nem volt velem ez így, sajnos, meg kell, hogy mondjam nektek, testvérek, 25 éve próbálom ezt a utat járni. Előtte én is egy olyan fajta ember voltam, mint az a párizsi zsidó fiú 1938-ban, akik ott hülyéskedtek a haverjaikkal, bementek egy templomba, aztán mondták, hogy na, ki mer bemenni gyónni, na, az egyik vállalkozott rá, 14 éves rác, hogy majd ő bemegy gyónni, bement, és az atya, a gyóntató atya vette a lapot, és hát eljátszotta a gyóntatást, mert látta, hogy komolytalan az egész, és a végén azt mondta neki, hogy amikor mész ki, ott van az ajtó templomkapu mellett egy kereszt, mondd el 3-szor, tudom, hogy meghaltál, értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel. És megfogadta a fiú a tanácsot, és az harmadikra, amikor ott elmondta, annak ellenére, hogy az egészet egy ilyen dilire vette, megpendült, és elindult egy megtérési úton, és célba érkezett, mert évtizedekkel később Párizsnak az érseke lett, Jean-Marie Lustigének hívták, egy híres párizsi érsek volt. De valahogy sokan ezt az utat járjuk be, amíg elérkezünk
ahhoz az érintettséghez, ahova a vér is folyásos az, és megmondom őszintén, én is egy szép katolikus nevelést kaptam, de elhagytam. Elhagytam a hitemet, elhagytam az imádságot, és körülbelül ugyanígy kószáltam a világban. Meg is lett az eredménye, mert rengeteg kidobott idő, óriási nagy, hatalmas bűnök. A legnagyobb, azt mindig elmondom, pont amiről beszéltem, orvosként 35 éves voltam, 36, adtam jóváhagyásomat abortuszra, nem a szentségi házasságomba történt, hanem egy bűnös kapcsolatba ráadásul, de ez most aztán végképp tök mindegy. Csak az, tehát egy orvos is el tud ide jutni, hát persze, hogy el tud, hát naponta Magyarországon van 40, vagy még talán több is, majd Imre ezt megmondja, hogy mennyi lehet most Magyarországon a napi abortuszok száma, de még mindig éri 28 ezer körülbelül, tehát hogyha azt visszaosztjuk. Bizony az ember nem, ha figyel a lelki ismeretére, ami mindig Krisztus homályos hangja, belecsúszik egy ilyen szörnyű bűnbe is. És amikor végre 42 éves koromban, 25 évvel ezelőtt az ébredés megtörtént bennem, akkor döbbentem rá, hogy hát micsoda szörnyű bűnöket követtem el, és azért van itt ez a kereszt, mert a pápa Szentatya látogatás akkor is kint volt, meg az euharisztikus kongresszuson, ott térdelve a kereszt előtt bálva bűneimet, valóban volt egy Krisztus élményem, lélegzett, ez egy mozgás élmény volt, lélegzett az Úr, és rám bólintott, hogy eleged, bajlódtam veled most már menj rendesen az utadra. Ezt kaptam iránynak, és onnantól megváltozott az életem, és előtte gondolkodó orvos voltam, de nem mentem avval sokra. De utána imádkozó orvos lettem, és akkor tapasztaltam meg, hogy az imádságban mennyire, micsoda erős felhajtó ereje van a kreativitásnak. És persze, hogy van felhajtó ereje, mégpedig azért van, mert imádságban hova érkezünk le? A lelkünk mélyére, ahol az Úr Jézus homályos hangját halljuk, én vagyok az út, igazság és az élet, de ezt úgy is mondhatjuk, hogy nem csak én vagyok az út, a tudományos igazság is, meg az másfajta igazság is, a művészeti igazság is, a politikai igazság is, és az élet. Tehát minden igazságok tárháza, ott megtaláljuk a lelkünk mélyébe, ha vesszük rá a fáradtságot és ezt a borzasztó rögös utat, hogy leérkezzünk oda. Ez a kulcskérdés. És akkor jön a kreativitás. Itt van a kreativitás. Nigériai pingpongasztal. Nézzétek meg. Ugyanolyan jó lehet rajta játszani, mint a Stígán. Ez is. Ez egy másik pingpongasztal. Tehát ugyanígy minden szakmában, minden munkában ez a kreativitás, amikor egyszerű ötletekkel meg tudjuk oldani, és ugyanazt a adott esetben élményt vagy eredményt tudjuk felmutatni. Az én első ilyen rátalálásom, ráismerése ennek, hogy micsoda felhajtó ereje van az imádságnak, én akkor koponyasérültekkel foglalkoztam, amikor ez a megtérési folyamat elindult bennem, és az ugye az volt akkor a most is probléma, hihetetlen koponyagiri nyomás jön létre a diffúz agysérüléskor. Motorbaleset, bicikli baleset, egyéb baleset, mindenféle baleset, főleg fiataloknál. Beszorul a duzzadó agya koponyába, beékelődik és bekövetkezik a halál. 120 éve kitalálták ezt a végtelen egyszerű módszert, hogy elveszem a koponyacsontot, kifűrészelem mindkét oldalon, hopp, van az agynak helye tágulni. De vietnámi háború, második világháborúban is már voltak ebben kapcsolatos megfigyelések, sztádik, és nem volt jó az eredmény. És képzeljétek el, hogy egy rózsafüzér imádság kapcsán, amikor abszolút nem gondolkoztam tudományos dolgokról, hanem kifejezett imádságról, akkor beesett az,
hogy egy véletlen alkalommal miért menekült meg a beteg, mert ez volt a probléma, hogy kiduzzadt az agy, és rögtön elszorultak a kéreg, az agykérgi erek, és elhalt az agykéreg. Azt hiszem, ez egyszerű, nem kell hozzá különösebb. Olyan, mint a Semmelweisi kézmosás. És akkor azt ismertem fel a imádságban, hogy ha ide teszek ilyen kitámasztó kis pilléreket, megvédem az ereket, és megmarad az agynak a keringése, és ugyanakkor megmarad a koponya űri nyomás, meg lesz a nyomás csökkentés, nem hal meg a beteg, és létrejön a hasznos túlélés, mert nem hal el az agykéreg, mint ahogy ott a bal oldalnál. Hát ez volt az első ilyen mély megtapasztalás az imádság és tudomány kapcsolatáról. Itt is egy beteg, itt látni hanyat fekszik, le van bontva már, ki van bontva a koponyai, duzzadt ki az agy, de megvannak, tartanak a pillérek, és túlélt ez a kislány egy hónap kóma után. Mindenki azt hitte, hogy már meghal, de meg tudtuk menteni. Aztán utána örömteli fotó jön, persze. Az volt az érdekes, hogy a kongresszusokon is, ha azt mondtam, hogy most én egy olyan tudományos ötletről mondok el, ami nagy hatással van a koponyasérültek kezelésére, de én ezt rózsafüzér imádságba kaptam meg, akkor azt tapasztaltam, hogy fölálltak az első sorba a professzorok és kimentek. Tehát ennyire nagy averzió van az igazság ellen. Ugye, mert ez volt az igazság, én csak az igazságot mondtam. És akkor azt az ötletet kaptam az úrtól imádságban, hogy ne az elején mondjam, hanem a végén. És akkor már nem volt érdemes kimenni. Ez tényleg elképesztő fontos dolgok ezek. És kaptam érte üldözéseket, de végül is túléltem. Voltam etikai bizottságnál már akkor is, szóval elég nagy problémák voltak. Akkor volt ez a focista ügye, a Simon ügy, annak kapcsán nagyon nehéz volt átverni, de végül is átment. Magyarországon azért kevésbé, de külföldön óriási sikere lett, nagyon nagy az idézettsége, mindenféle kongresszusi díjakat nyertem, de ez nem érdekes. Az a lényeg, hogy nem haltak meg ezek a fiatalok a módszerre. Másik ilyen szintén imádságba jött ötlet az, hogy a nem csak az összes mikrosebésznek, aki mikroszkóppal operál, annak a problémája a kézremegés. Tehát, hogyha itt is látni, egy pici remegés van, csak amikor mikroeret kell összevarni, ez zavaró, ez a minimális pár tizedmilliméternyi kézremegés. És mitől van ez? Hát és ezt is be akartam szüntetni. Megint imádkoztam. És arra azt kaptam az úrtól, hogy amikor a kézélen támasztunk, akkor a műszer, ezek a kisizületek továbbadják azt a kézremegést, ami a szívütésekből, illetve a agyunkból jön, de ha közelebb visszük, és az utolsó megtámasztási pontra ide ráhelyezzük a műszerfogó ujjat, nincs már kisizület, és így lefixáljuk a műszervéget, és bizony ezzel utolértük a robotokat, és csak oda kellett tenni egy kis egyszerű keresztlécet a koponyára, ahogy itt látjátok, és azon támasztani. 5 forint egy ilyen, egy toroknéző lapot, a Da Vinci robot meg 500 millió. Na, hát ennyi haszna van, de ezek is. Ugye nehéz Magyarországon, nagyon a saját hazádban nehéz ezeket a dolgokat elterjeszteni, pláne akkor, hogyha még hozzárendeled a tanúságot. Ugyanilyen problématika adódott, amikor 20 évvel ezelőtt rádöbbentem, hogy az orvosképzésnek a egyik legnagyobb problémája a sebészeti szakmáknak, nem most a őzék, hogy kénytelenek élőkön gyakorolni a fiatalok. Na most ez Leonardo da Vinci idejében nem így volt, mert akkor tele voltak a monsztermek. De bizony az elmúlt évszázad közepe után kiürültek a monsztermek. És egy nagyon nehéz eset kapcsán jöttem rá, egy agytumor volt, és
mondtam, hogy ezt én nem tudom megoperálni, sehol nem vállalták el, már én nekem nem is volt meg a gyakorlatom hozzá. Végül megint imádság, imádság, Uram Jézus Krisztus, segíts meg ezt a 50 éves hölgyet, még akar élni ebből a rossz indulatú daganattal, hogy operáljuk ki valahogy. És megint bejött, menj le a bonzterembe, és gyakorolj friss elhunytakon. Hát te Úristen, hát ez nem szokás manapság. De hát lementem a bonzterembe, vettem hozzá az erőt, fáradtságot, és tulajdonképpen ott tudtam átbukni ezen a történeten. Hát a názáreti Jézusnak a keresztről levett teste, az hogy nézett ki? Az olyan volt, mint egy bonztermi preparátum, igaz? Hát én, mint hívő ember, attól undorodtam volna, viszonyogtam volna? Hát akkor micsoda dolog? Fel kellett ismerni, amikor úgy viszolygás volt, hogy abba a kipreparált, boncolt testbe ott van ugyanúgy, olyan, mint amilyen Jézus teste volt. És attól a pillanattól egy ilyen hitlépcső konverzió volt, onnantól fogva minden averzióm elment a minden reggeli boncolástól, és azóta is 20 éven át gyakoroltam, míg nem most betiltották. Betiltották, képzeljétek el. 200 évvel Semmelweis után a Honvéd kórházba betiltották a bonztermi gyakorlatokat azért, mert a Bayer Zsolt csúnya dolgokat írt rólunk, hogy így a Siam ikrek kapcsán, hogy mi bonzterembe gyakorlunk. Ilyen dolgok vannak. Ugye? Érdekes, nem? Hát igen, szóval majd mindjárt jön ennek a folytatása, hogy miért volt. Egy nagyon nagy hitlépcső volt a kisfiamnak a nagyon tragikus elvesztése. 20 centis vízbe esett bele valószínűleg egy epilepsziás roham kapcsán, és megfulladt. És megfulladva találtam meg 10 éve, és már 10 és fél, ezt a drága gyermeket, a Marcikát. Hát... Nem vesztettem el a hitemet Istenben, de úgy gondoltam, hogy úgy nem tudom ezt megmagyarázni, én többet már nem fogok erős hívőként élni, valahogy majd elvegetálok a hátra lévő 10, 20, 30, mit tudom én, vagy akár egy évenbe, hát ez 10 évvel ezelőtt történt. De nem ilyen, mert hogyha téged ér egy hatalmas tragédia, de kitartasz a hitben, meg fogod kapni azokat a iránymutatásokat, impulzusokat, amik végül visszahoznak a felszínre, és azt fogod észrevenni, hogy a hosszú depressziód után egy magasabb hit szinten jössz ki, mint előtte voltál. Tehát valóban az a Szent Páli mondat, hogy azt hiszem ő mondta, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, ez igaz? Ez igaz. Még az is, hogy elveszti a gyerekét. Isten szeretőknek, a szerencsétlen ukrajnai vagy bármelyik katona, neki is hihetetlen nagy misztérium, de majd egyszer ki fog derülni, hogy Isten szeretőknek mégis miért válik a javára bármilyen borzalom. Ha a Ficó szereti az Istent, javára fog válni ez a merénylet. Ha nem szerette, nem szereti, az más témába tartozik. De ha te hiszel az Úrban, minden a javádra válik, bármi történjék veled. Nagyon fontos, hogy Jézus nem csak feltámadt, hanem felment a mennybe. És velünk is ez fog történni. És tulajdonképpen nekem 16 hónapig tartott, míg ez úgy beesett, és az értelem hitével volt közben misztikus tapasztalatom, de igazából, amikor az értelem hitével értettem meg, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, belép Krisztus, nem úgy néz ki, mint a 14:30 pénteken a keresztem, frissen, üdén, fiatalon, felvelve teljes erejét, lelki, szellemi, úgy ölelik meg az apostolok. És mi is egymást így fogjuk megölelni, nem abba a cudarbeteg állapotba, vagy éppen egy baleset utáni állapotba, ahogy eltávoztunk innen a földről. És hogyha ebbe az ember belegondol,
hogy a jövőnk már megtörtént, mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg, hanem megtörtént már a jövőnk, akkor semmi ok az aggodalomra, semmi ok a félelemre, hiába akarják az emberekbe a félelmet kelteni. Ez borzasztó fontos. És ebbre csak a feltámadás ad választ. Erre kell mindig gondolnunk. Hát itt vannak ezek a drága sziámikrek, ami egy lehetetlen feladatnak tűnt, amikor először találkoztam velük 17-ben Dakkába, mégpedig azért tűnt lehetetlen feladatnak, mert ezek a hatalmas közös vénák, ezeket nem lehet odaadni az egyiknek, mert akkor meghal a másik. És mondtam is, amit az előttem lévő nagyhírű professzorok már korábban mondtak, nem lehet őket szétválasztani. Nem lehet. De elkezdtem mondani a Jézus imát, amit a kisfiam halála tanított meg velem. Uram Jézus, könyörülj rajtam bűnös emberen. Lemész a lelked mélyére, szembe jönnek az igazságok tárházai, a tudományos igazságok tárházai, és ott egyszer csak meghallottam, hogy próbáljátok meg katéteres úton beragasztani ezeket a vénákat, és az azért jó, mert nem egy invazív módszer, nem kell semmit vágni, csak ilyen felvezetett vénába a katéteren a balont felfújja az orvos, és látja, hogy el tud-e folyni a vér kiegészítő keringésben. Ugyanúgy, ahogy a mélyvénás trombózisnál se kell levágni a lábat, mert a kiegészítő vénák elviszik valahogy. Kicsit megduzzad, de nem kell levágni a lábat. Egy artériás bajnál ott le kell. Hát igen, ez volt a feladat, és akkor én velem dolgozott ez a drága barátom, ez a Hudák doktor, ez egy zseni, ő találta ki a vénán keresztüli agyi érműtéteket. Mert addig senki nem merte megcsinálni, mert amikor földugták a katétert, kiszúrta a vékony falu vénákat, tudjátok? Ez a fiú, ez a Pi István, ezt megcsinálta 22 ilyen próbálkozással, lezárta úgy a közös nagy vénát, itt szürkén látszik, már be van ragasztva, és mind a 22-szer balon fölfújva azt látta, hogy elfolyik. És a gyerekek jól voltak, és életben maradtak, teljes jó állapotban, és neki lehetett vágni, tervezni a nyílt műtétet. Hát ő neki is keserű sorsa lett, gyakorlatilag a Bayer Zsolt barátunk olyan durva cikkeket írt ellene, hogy elüldözték az országból. Úgyhogy aki akar kezeihoz menni, Pozsonyba 17.000 euróért tudja megcsinálni azt a beavatkozást. Szóval döbbenetek, és miért történt? Miért történt az egész? Hát azért, mert kiálltunk mind a ketten egy nagy igazságtalanságért, majd mindjárt meglátjátok. Nem szabad a tudományba hazudni. Nagyon fontos. Nem szabad azért hazudni Magyarországon, hogy boldogabbak legyenek az emberek. Nem szabad azért hazudni egy sikert. Annyit kell róla elárulni, amennyi történt. Majd mindjárt megértitek, hogy miért mondom. Szóval rengeteg gyakorlat, próbababa műtét, és ami a legfontosabb, be tudtuk vonni a Kárpát-medencét a háttérimádsággal. Itt már itt egy Szabadság hídi misén egy ilyen háttérimádság. Nagy ima volt, és éreztem a műtét, a 24 órás műtét alatt bizony éreztem azt a lüktető imát, ami jön. Itt már óriási problémák voltak, mert voltak olyan laikus testvérek, ottan orvosok, hogy azt mondták, te András, te ilyen hülye vagy, te hiszel abba, hogy ez számít az imádság. Annak számít, aki mondja. De annak nincs ereje. Hát ez a felszínes kereszténység. És az országot ettől kéne megmenteni, mert borzasztóan virul a felületes kereszténység. És az veszélyesebb, sokkal veszélyesebb, a farizeusi kereszténység veszélyesebb, mint a pogányság. Sokkal veszélyesebb, mert az embert átveri. Na mindegy. Tehát
ezek nagyon nagy gondok voltak már a műtét előtt, és aztán végül a sátán azért be tudta tenni a lábát, de a imádkozó magyarság azért megmentette a két gyereket, de az egyik sajnos egy vigilkómás állapotban maradt. Nagyon fontos volt, hogy a szétvágott koponyákból, a kikerülő apró csontdarabokból legalább a fej középig egy fedő csont réteg legyen. Azért, mert ha a bőr alatt van az agy, az biztos, hogy idővel bevérzik a ápolási mikrotraumák miatt. Meg volt tervezve. Ez minden le volt játszva. Minden elő volt készítve. Erre a barátomra bíztam. Erre a Balázsra. Ez egy művészember extra térszemlélettel és kézügyességgel. Ő neki kellett volna ezeket a kis csontokat úgy összerakni, ezt a fejtetőt. És képzeljétek el, nem tudta megcsinálni, mert oda tolakodott két teljesen szakavatatlan kollega, akartak szerepelni, és ezt a Balázst én a másik asztalnál operáltam, nem tudtam róla, gyakorlatilag onnan kilökték, és nem tudta megcsinálni, és létrejött ez a nagyon gyenge, nem fejközépig tartó fedés, és utána a 33. napon egy óriási bevérzés lett. Csoda, hogy nem halt meg a gyerek, az imádkozó magyarság segített. Na most ez a művész ember nem terhelt meg engem, hogy ezt megmondja, hogy ott mi történt, hanem később, amikor az egyik társunknál még a rendőrség is kiszállt házkutatásra, hogy elvegyék a filmeket, amin látszott ez a bűntény, akkor elmondta, és hát bizony akkor úgy médiában megszólaltam, hogy azért ez nincs teljesen jól, hogy nagyon szép ez, hogy dicsekszünk itt a magyar sikerekkel, na de ha egy ilyen ára volt annak, hogy az egyik gyerek tönkrement, holott rendesen túlélhetett volna, akkor ez nagyon nem stimmel, és azóta mennek a perek, kapom a feljelentéseket, de úgy érzem, hogy ki kell állni az igazság mellett. Még így is az egyik gyerek jó állapotban maradt, de a másik az azért az nem. De tanulja voltam annak, hogy egyszerűen azért, hogy jól érezzék magukat az emberek, áthazudjuk az országot. Ez nem jó. Ebből soha nem, semmi nem lett, és akkor megnyernek ennek egy ilyen gyűlölködő embert, mint a Zsolt, aztán az tarol a hazugságokkal. Szóval ez borzasztó. Szerintem rettenetes sokat árt a Fidesznek. Rettenetes sokat, mert a Fidesznek azért sok jó dolga van, vagy volt, de ez a gyűlölet beszéd, gyűlölet kommunikáció, ami évek óta ugye megy, ez szörnyű sokat árt. Hát majd megváltoztatjátok. De ami nagyon fontos, és ezt én is megtapasztaltam magamon, és ez egy nagy próba, mert az első próba nekem az volt, hogy a saját bűnömet kellett valahogy hátradobnom, ahogy mondtam nektek. A második próba kibírni a szenvedést, egy ilyen gyerekhalált, azért az nem könnyű, biztos van, aki itt is átélt ilyet. És akkor azt hittem, hogy egész jó keresztény vagyok. És ennek az ügynek kapcsán rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok az, mert az ellenség szeretettel, az ellenség szeretet az nem azt jelenti, hogy vele akarsz elmenni nyaralni Horvátországba. De azt jelenti, hogy nincs benned bosszúvágy, nincs benned gyűlölet, nincs benned harag, nincs benned káröröm. És sajnos ezen a vizsgán a mai napig még bukdácsolok. És nagyon tisztellek titeket, mert ami néha megy, ugye látjuk a politikában, hogy azt kibírni úgy, hogy ne gerjedjen bennem gyűlölet. Hát hogy lehet ez? Csak úgy lehet, hogy egyetlen példa lebeg előttem, a názáreti Jézus. Bocsáss meg nekik, atyám, tényleg nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vagy mit mondanak, vagy mit beszélnek. Ezzel az attitűddel
tudsz át, és erre vannak hatalmas nagy példák. Például politikusi példa, nekem mindig nagyon nagy példa az Esterházy János. Ugye a felvidéki politikus, vagy ott van orvosi példa a Batthyány Stratmann László, akit szintén megvádoltak, hogy emberkísérleteket végez, passzióból húz fogat, passzióból vág le lábakat, és jótékonynak mondja magát. Nem érdekelte. Azt mondta, hogy Isten hívőként nincs idő megsértődni. Hát ez nagyon fontos a mai világunkban, hogy próbáljunk meg a méregtől, haragtól megszabadulni, és akkor kaput nyitunk az életerőnek és életörömnek. Mert az a fontos, hogy ugye a fiatal, ki a fiatal? Nem az a fiatal, hogy 20 éves vagy 80 éves. Az a fiatal, aki a jövőről gondolkodik, és nem a múltba mereng, nem a múltról ábrándozik, nem az emlékeiben van. És ez minden korban megvan, mert mindenkinek megvan a feladata. Idős édesanyám 96 évesen ment el, amilyen bol feküdt már, nem tudok. Hát mit csinálják? Hát mondom, anyukám, hát mi itt vannak, mennyi gond van az unokákkal, ugye az én gyerekeimmel, azok is megérik a pénzüket. Hát imádkozz értük, imádkozzál. Tehát mindig tud, van, kell, hogy legyen életcél, és imádságban a Jóisten megadja, hogy mi legyen az életcélod. Mi legyen az életcélod, mi legyen a te jövőd, és annak nem feltétlenül az kell, hogy megváltoztass hirtelen a világot nyilván, de meg fogod kapni, és akkor van benned életöröm, életerő, de ki kell írtani a haragot és a mérget meg a gyűlöletet. Hát én ennyit akartam mondani nektek, és nagyon köszönöm ezt a odaadó figyelmet, nagyon jó hatással volt nekem is, mert így tudtam erősebben beszélni, és elnézést, de Csíksomlyó felé tartva majd gondolok rátok és imádkozom. Értetek, szervus. Nagyon szépen köszönjük ezt a megrázó, őszinte, bátor tanúságtételt, ami egy egész életpályának a tapasztalatait mutatta itt be, és további kitartást kívánok ez a szép misszióhoz, és jó utat Csíksomlyóra. És nektek is sok sikert a sorok következő megjön. Köszönjük szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kis elcsukló hangon szólalok meg, és köszönöm meg a professzor úrnak az előadását. Ha némi hiányérzetem van, az pusztán abból fakad, hogy időszűkiben vagyunk. Szerettem volna elhallgatni órákon keresztül, mert ez nem csak tudományos előadás, ez lélekerősítő valami önnevelés valamennyiünk számára fölért egy lelki gyakorlattal. Izsaiás szava jut eszembe a 49. fejezetből. Én te rólad meg nem feledkezem. Az Úr nem feledkezik meg rólunk. És most Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből egy mondat. Mindenre van erőm a Krisztusban. Erősek vagyunk, az erő azonban nem a miénk. Gyengék vagyunk. De az Úr mit mondott? Elég neked az én kegyelmem. Tökéletesen elegendő. Csak megfelelő módon kell tudnunk illő alázattal az Úrhoz, a megváltóhoz fordulni, kérve az ő segítségét, és előbb vagy utóbb, de biztosan megkapjuk. Mert valóban mindenre van erőnk a Krisztusban. A professzor úrnak még egyszer nagyon köszönjük, és kívánunk szerencsés elutazást, szerencsés visszatérést, és nagyszerű lelki élményeket a Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyerekben. Most pedig Imre barátunkat megkérjük, hogy te akartál ugye valamit, Téglás Imre.
akkor légy szíves, fáradj ide közelebb a mikrofonhoz, mert a mikrofon is akkor közelebb megy hozzád, ha te nem jössz, és átadom neked a szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Téglási Imre vagyok, nehogyan nehéz az András barátunk után felszólalni, akivel hosszú évek során bizonyos ütközetekben részt vettünk, nem is kevésben, az életért és a megmaradásunkért. Az egyik ilyen volt az, amikor az abortusz tabletta magyarországi bevezetése ellen tiltakoztunk az egészségügyi minisztérium ellen, akkor éppen úgymond jobboldali kormányzat volt, és ott volt András is, és ott voltak mások is, ott volt Balcó András, Jobbágyi Gábor, szóval voltak nagy ágyuk, ha szabad így mondani, és ezek az ágyuk bizony megszólaltak az élet mellett, és az ellen, hogy ez a nyomorult magyarság, akit mi szeretünk, akinek mi részesei vagyunk, aki a mi népünk és nemzetünk, ez ha csak lehet, vegyi fegyverrel most már ne pusztítsa magát, mert az a bizonyos magány, amiben az egész ország, az egész nemzet szenved, az tovább folytatódik. És akkor a magányról, a sebzettségről szeretnék egy verset olvasni, Andráshoz kapcsolódva, önök talán ismerik Tóth Árpád költeményét, de azért ide illik, Isten oltókése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcád fényű arcom. 1928-ban tudta Tóth Árpád, hogy hogyan kell Andrást is mindannyiunkat vigasztalni, hogy küldetése van mindazoknak, akik fájdalmat hordoznak magukban. És engedjétek meg, hogy sebekről beszéljek, amiket itt András a maga kitűnő sebészi tehetségével és Isten segítségével gyógyít. Másfajta sebekről, az abortusz sebeiről kellene, hogy beszéljünk. Tudom, hogy nehéz kérdés, mindannyiunknak a múltjában vannak ilyen jellegű kihívások vagy veszteségek is, és akkor mindjárt azt mondanám, hogy az a bizonyos magány, amiről a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor miniszterelnök úr beszélt, hogy megszűnt a 100 év magány egy ilyen diadal jelentés keretében. Attól tartok, hogy lehet, hogy 100 év magány megszűnt, kérdéses, de 200 éve pusztítjuk magunkat. Még mindig van 100 évünk a pusztulásból, a veszteségből, amiket fölhalmoztunk magunknak. Mert hogy a 18. század óta élet és családellenesség uralkodik ebben az országban. Olyan politikusok, olyan politikák, olyan rezsimek, olyan államformák váltakoztak, amelyek lényegében a család ellen hatottak, és így indult ugye a 18. században a dél-baranyai részen az egykézés, amikor az egynél több gyermeket már nem engedték megszületni, hanem különféle borzalmas módokon elpusztították. És akkor nézzük meg, hogy bekövetkezett ugye egy másik veszteségünk, ami a fogamzásgátlás elterjedését jelentette. Vagyis az, hogy még csak meg sem foganhatnak a mi jövendő utódaink, mert megint egy olyan korban vagyunk, amiben veszteségek halmozódnak föl. És aztán beszélhetnénk az abortuszról, és hadd mondjak akkor számokat, bár nem nagyon szeretem a számokat, mert mélyebbre szeretnék ásni, majd talán próbálkozom is. Az elmúlt évtizedek alatt, tehát 1956. június 4-e óta, amikor legalizálták a művi terhesség megszakítást, némely számítások szerint 6,5, ez a központi statisztika hivatalos száma, Fekete Gyula és az én számításaim szerint ez inkább 8,9 millió. Ha belegondolunk abba, hogy egy 10 milliónál kevesebb csökkenő népesség esetében mit jelent ez a
9 millió, akkor azt lehet mondani, hogy egy drámai kihívás és feladat, hogy nézzük meg, hogy mi van ennek a mélyén. Hát a mélyén leegyszerűsítve tényleg azt lehet mondani, hogy ennek a veszteségnek a legfőbb oka tulajdonképpen az, hogy elveszítettük a magyar nemzet, minden nemzet keletkezésének színterét, az adott nemzet, a magyar nemzet anyjainak, édesanyáinak anyaméhét. Ezt a területet, ami a nemzet, a nemzeti közösség legfőbb kincse, és ahol a leginkább a legcsodálatosabb dolgok fogannak és folytatódnak, ez a mi jövőnk, ahol ott kezd kibontakozni, ezt idegenek uralják. Néha a mi segítségünkkel. Mi magunk is részesei vagyunk ebben. Én, te, ő, mi, ti, ők. Ez egy közös veszteség, amit mi ebben itt elmutattuk. És itt akkor hadd ragadjam meg a pillanatot és a lehetőséget, hogy fölhívjam önök figyelmét arra a szívre, ami ott hátul, ott jobbra önök fölött ott van. Szívügyünk a szíved hangja. Itt szeretném megköszönni, hogy van azért a magyar politikai elitben olyan gondolkodó magyar politikus és politikus nő, mondjuk szép szóval hon atya és hon anya, akik ezt az ügyet fölvállalták. Tehát úgy, hogy kaptak egy ezzel kapcsolatos javaslatot, ötletet, fölvetést külföldön, azok a nők, azok az anyák, akik magukat terhesnek érzik, nem, tehát nem várandós, diadalmas, győztes, áldott állapot, mert ugye az egészséges és jó dolog, és mindannyiunk nagy örömére szolgál, de amikor terhes állapot, amikor egzisztenciális összeomlást és egyebet érez, tehát hogy ebben a pillanatában azért kapjon egy lehetőséget arra az adott terhes, nevezzük tehát terhesnek az illetőt, hogy gondolkodjon el, leginkább nem is a fejét, hanem inkább a szívét használva arra, hogy mi az a valaki, vagy valami, vagy inkább valaki, aki a méhében üzen neki. Ez egy üzenet. Tudnélik, az orvosok, mielőtt abortuszt végeznek, az új rendelet értelmében kötelesek megmutatni az általuk vizsgált anyának a szív hangot, hogy az hogyan sutyorog, hogyan mozog, hogyan lüktet, és azt, amit lehet látni a képernyőn. Ez eddig nem volt így. Hát el lehetett mondani a nőknek, az anyáknak, hát az csak egy sejtcsomó, hát az semmi, hát még nem ember. De most már látja, hogy van körvonala, hogy annak a gyereknek szól a szíve is, vajon mit üzen neki? Mert nem verbálisan, nem szavak, amíg beszélni persze nem tud a magzat 2 hetes korában, vagy 6 hetes korában, meg még később se, de valószínűleg azt üzeni. És az itt jön be a kérdés, hogy szívével meghallja-e ezt az üzenetet az a nő. Hogy élek, és élni szeretnék. Ez egy óriási dolog is, amiről itt Csókai András beszélt, hogy az elmúlt 100 évnek ez a legcsodálatosabb életvédő gesztusa volt. Ezt mit? Hadd köszönjem meg Duró Dórának, aki nincs itt, és az én régi és jó barátomnak, Novák Elődnek. Ők voltak azok, akik önzetlenül azt mondták, hogy ez az ügy megér annyit, hogy esetleg szavazatokat is veszítsenek. Miért lehet szabadatot veszíteni ezzel? Mert nagyon fájó kérdés. Mindannyiunknak nagyon fáj, ha a saját életünkben, vagy a családunk életében, vagy a rokonaink életében ez a dráma, ez a véres dráma, amit játszunk, nem a Nemzeti Színházban, hanem egy nemzet egésze, ha ez megtörténik. És ezt nem szeretünk beszélni. Nem szeretünk, ha a sebeinket fölvakarják, és nem szeretjük azt, ha bárki, akár egy politikus, vagy ezt kerüli. És tudjuk azt, hogy a jelenlegi kormánypárt vezetője minden egyes alkalommal elmondja az új képviselő jelölteknek baráti módon, figyelj, ha te az abortusz kérdést fölveted, akkor a politikai haláloddal játszadozol. És igaza van. És igaza van. Aki az abortusz kérdést fölveti, ez egy olyan súlyos trauma, olyan nagy nemzeti karaktert károsító veszteség, hogy ebből győztesként jönni szinte alig lehet. De a Jóisten megsegítette ezt a két kitűnő képviselőt, és ezt a javaslatukat mégis meghallották, miután 3-szor lesöpörték az asztalról a Népjóléti Bizottság illetékes vagy illetéktelen tagjai, és ma ez működik. Nekünk is volt már olyan gondozottunk, aki úgy jött hozzánk, hogy meghallotta ezt a
üzenetet, a saját kisbabájának üzenetét, és ennek nyomán megtartotta a kisbabát, és egy csodálatos esemény volt. És nem csak egy ilyen van, hanem ezért több is. De akkor nézzük meg, hogy hány abortusz van Magyarországon. Tehát ugye először is az, amit a statisztika mond, hogy magyarán, hogy naponta hányal fogyunk. Az 21 ezer volt az utolsó. Tehát évi 21 ezer. Ezt a számot mindjárt fogom önöknek jelezni, hogy sokkal vagy kevés. Ugye a 10 milliónál kevesebb létszámú magyarság, mi magunk, ugye produkál ezt az évi plusz 21 ezer műviterjesség megszakítást. A nálunk 37 milliós Lengyelországban önök szerint hány abortusz van? Hány műviterjesség megszakítás van? 1000 műviterjesség megszakítás van. Valami nagy titok lappang itt, hogy nálunk miért folyik ez így, ahogy folyik, és nagyon azt üzeni a politikusi garnitúrának, hogy tessék már ezen egy kicsit elgondolkodni, de nem gondolkodunk el. Ahogy itt András mondta, és ezt nagyon köszönöm neki, nem szabad hazudni egymásnak. Ne hazudjunk. Még ha fáj is. Én is most azért jöttem, és mindannyiszorra meghívnak, úgy jövök és készülök, hogy hányan jönnek el, elbóvó egyáltalán az előadásra, és hányan maradnak. Mert ez egy nagyon fájó kérdés. De nagyon köszönöm önöknek, hogy ezt a fájó kérdést itt együtt körbe tudjuk járni, és ebben a kérdésben tudunk egy kicsit bölcselkedni. Hát akkor hogyan is tovább? Hát először is az lenne a kihívás, hogy a politikai garnitúra, persze én, te, ő, mi, ti, ők, persze mindannyiunk is, de a legfőbb szereplője ennek a drámának mindig és mindenkor a politikai garnitúra. Tehát nem az a nő, aki abortuszra megy, mert nem önszántából teszi. Modern kutatások kimutatták, hogy minden 100 abortuszból 70 esetben megnyilvánultak a nők, akik erre a drámai helyre kerültek, ahol belőlük kiemelték a megfogadó lüktető életet. Szóval, hogy ők erőszaknak kellett, hogy engedelmeskedjenek. A partner, a család, az iskola, a munkahely, a környezet. Tehát erőszakos, külső, az ő belső meggyőződésükkel szembeni erőszakkal kerültek ebbe a helyzetbe. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy önök szerint a mai magyar kormányzat hogyan reagál erre a kérdésre, hogy terhesség. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a figyelmeztetését már jeztem vigyázat, aki abortusz kérdéssel foglalkozik, az a politika halálával játszik. Volt, aki ezt elvállalta. Hát kérem szépen úgy, hogy besöpri a szőnyeg alá. Miért? Hát majd valahogy lesz. Meg egyébként is ez a világ legjobb törvénye, mármint hogy abortusz törvénye. Ezt éppen az előbb említett személy szokta mondogatni, és ezért nem szabad hozzányúlni, mert így szép és így jó. De kérdés az, hogy tényleg így szép és így jó-e? Hát először is van egy intézményrendszer, a magyar védőnőknek van egy sajátos csoportja, úgy hívják, hogy családvédelmi szolgálat. Nem sok emberből áll, egyre kevesebb érdekes módon ugyanakkor. Tehát úgy hozzájuk el, akik adminisztrálják az abortuszra jelentkező nőknek az adatait, bizonyos dolgokat mondanak nekik abortuszról. Próbálnak úgymond valamit teljesíteni a törvény előírásaiból, tájékoztatják például azokról a szervezetekről, amelyek közül az egyiknek én vagyok a vezetője, az Alfa Szövetségről, hogy akik a terhes nőnek abban az esetben segítséget nyújtanának, ha és amennyiben ő neki erre szüksége van. Tehát anya otthoni elhelyezés, baba gelengye, tartós élelmiszer, hadd ne soroljam a babakocsi gyereket. Tehát mindenféle módokon próbálunk segíteni. Ha ez nem megy, akkor persze nyilván leadjuk a fejünket. Tehát ők, náluk bemegy 100 magyar nő terhesen, és önök szerint hány nő kerül ki abból a irodából, ahol elvileg az lenne a feladat, hogy tájékoztatást kapjon, vigasztalást kapjon, reménysugarat kapjon. Tehát magyarán, hogy arra próbálja segíteni az oda betántorgó beteget, mert ez betegség, ha magát valaki terhesnek érzi, az betegség, ha várandósnak érzi, az csodálatos áldott állapot. Tehát, hogy a betegen segítsenek. 100, elárulom. 100 nőből 95 megy tovább a kórház felé, sodródik, és 100-ból 95 gyermeknek az életét ott úgymond megoldják, mármint az anya életét. Hogyan? Hát úgy, hogy az a bizonyos orvostudomány, amely valamikor a hipokratészi eskü alapján működött, hogy
senkinek nem adok mérget, akkor se a kéri. Asszony, nem segítek hozzá magzat elhajtásához. Ez egy téveszme közöttünk, bennem is, ez sokáig. Azt hittük, hogy hát a Hippokratész eskü alapján az orvosok nem tesznek ezt, meg azt, meg amaz. Már régen nem a Hippokratészi eskü alapján működnek az orvosok. Sehol szinte. Sehol. Istentől és Hippokratésztől egyaránt elrugaszkodva írtják, vágják, amit tőle megrendelnek. Olyan, mint a cipész. Leesik a sarka? Hát akkor megkalapálom. Ha túl sok, akkor levágom. Ha túl hosszú, levágom. Tehát így működnek. Sajnos a modern orvoslásban elég jelentős erők, és főleg azok, akik abban vannak érdekelve, hogy ez így legyen. Hát magyarán, ha terhes vagy, a magyar kormányzat ezt tudja produkálni. 100 terhesből 3 és 5% között van az, aki tud megmenekülni. Amint az abortusztól. Nem a védőnők miatt van, ők eszköztelenek. Mi vagyunk azok, akik igyekszünk őket ellátni szakmai módszertani anyagokkal. Én egy nagy nemzetközi életvédő szervezetnek vagyok a magyarországi képviselője, úgy hívják, hogy Human Life International. 118 országban van képviselete. Katolikus, katolikus elvek alapján dolgozunk és működünk, és próbálunk ugye ezen a helyzeten segíteni. De hát a magyar kormány részéről nagyon szerint támogatást kapunk. Évi működési támogatást, most nem panaszkodni akarok félrejtésnél, csak úgy próbálom jelezni azért azt, hogy körülbelül hol tart az életvédelem. Tehát van ez a szervezet, ahol több ezer páciens van, évi működésünkre 1,5-2 millió forintot kapunk. Csak a telefonja. Csak a telefonjaink, és a könyvelőnk elviszi ezt az összeget. Mit lehet ebből még tenni? Hát ha nem kapnánk segítséget érző, értő, 1%-ot fölajánló honfitársainktól, már rég becsukhattuk volna a boltot, de nem csukjuk be a boltot. Szóval amikor én idejöttem, akkor én kicsit magyaráznám egy kicsit személyes motivumokkal, hogy miért vagyok itt, és miért beszélek ilyen komoly, nehéz, meg kicsit, vagy nagyon is fájó ügyekről önöknek. Ez a Bartók Béla út 96 az én édesapámnak, az ő családjának az otthona volt. Több évtizeden keresztül. Itt a 3. emeleten laktak, én kicsi fiúként úgy búcsúztam a nagymamától, hogy a nagymama kinézett a függöny mögül, és integetett nekem, apám meg visszaintőbb. És ez nekem egy, bocsánat a kifejezésért, talán nem illik ide, de egy szent hely, mert az én családom itt élte az életét. És én itt ide most önökhez hazajöttem, és olyanoknak beszélek, akik nekem szívemhez amúgy is közel állók, tehát ezért jó volt nekem ide jönni. Nem véletlenül mondom azt, hogy ugye miért fontos nekem ez a hely. Ez nem csak egy lakás volt. Ez a háznak a 3. emeletén, ahol a téglási család lakott, az egy szentély volt számomra, ahol az én nagymamám, 8 gyermek édesanyja, ott élt nagy szegénységben, férje viszonylag korán meghalt, de valamiben nagyon gazdagok voltak. Isten hitben. Imádkoztak. Az egyik nagynéném itt az Ulászló utcai lelkészségen volt, és apácaként dolgozott ott, és apám is nagyon hívő katolikus volt. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy én neki köszönhetem, hogy én világra jöttem. Egy rövid történet csak. Jó, hogy mi van emögött, milyen motiváció. 51-ben a szüleimet kitelepítették Budapestről, édesapám hivatásos katonatiszt volt, és már volt 2 gyerek a családban, ahová kikerültünk, az Alföldön, Kardoskút, egy Isten hátam mögötti pusztára, tanyára. Hát ott örültek, ha élelmiszert kaptak, ha munkát kaptak, éheztek, verték őket, megalázták őket, akkor divatja szerint, és én akkor fogantam. És anyám, aki ki volt ebben a helyzetben zsigerelve, megalázva, megbántva, hát valahogy nem csodálom, nem nagyon érezte áldott állapotban magát. És akkor azt gondolta, hogy hátha megoldás az, hogyha ez a 3. gyerek nem születik meg. És akkor ezt a helyzetet úgy próbálta, hogy saját kezüleg tesz az ellen, a gyermek ellen, aki ott 3.-ként megfogant. És az Úristen azonban másképp gondolta, és azt üzente az én édesapámnak, hogy védd meg a gyermeket. És apám az én pártomra kelt, és feleségével, anyámmal szemben azt mondta, hogy ezt a gyereket nem szabad bántani, és mindent megtett azért, hogy ne kerüljön abortusz a sor. Megtörtént a konyhaasztalról való leugrálása, a kinint tabletták szedése, a forró fürdő,
az Úristen azért erősebb a forrófürdőnél, a kinin tablettánál és mindennél. Szóval most ennek a helyzetnek köszönhetik, hogy most itt beszélünk erről, meg én, hogy itt vagyok, hogy beszélhetek, és köszönöm önöknek, hogy ez így lett. És szokták kérdezni, hogy hát hogy lehet ilyen körülmények között dolgozni? Hát így lehet dolgozni, hogy a seb, amit ütött belém az anyámnak ez a nagyon szomorú elutasító gesztus sora, az áldássá tud nemesedni, ahogy az Isten oltókése is áldást és gyümölcsöt hozó fát teremt, András személyes vesztesége is, ugye, ezt termi, láttuk itt ezeket. Én azt remélem, hogy ez a termés is itt idehozható önöknek, mert 300-nál több, az elmúlt 27 év alatt 300-nál több magzat életkorú gyermek életét tudtuk segíteni. Ugyanennyit a édesanyáit is, akik olyan édesanyák lehettek. Fontos, anya és édesanyja két distinkció fogalom. Anya szinte mindenki lehet, de édesanyja, na az már valami más. Tehát itt ez történt, hogy engem az apám hozott világra is. Én ezért vagyok hálás a sorsnak is, a jó Istennek, és ezért végzem ezt a munkát. Mert nem azt mondta, hogy na hát, Imikém, csinálj, amit akarsz. Éld az életedet, dolce vita. Nem, ő azt is üzenet neked. Járj ennek a végére, hogy miért volt olyan az anyád, miért volt az, olyan az apád, az édesapád, és hogy te mit tudsz tenni azért, hogy az előtted heverő beteg ember, aki ugyan nem koponya sérül, de a szívében mélyen sérül, hogy ne hajtsa el a kisbabáját. Hát, ha tudsz nekik szolgálni. És bennem ez az üzenet van, és ez a feladat, ez a misszió. És ezt akkor is csinálja az ember, ha 2 millió forintot kap a kormánytól, ha 0 forintot kap, és akkor is, akkor meg még jobban, ha ugyanez a kormányzat nem kívánatos, nem szalonképes szereplőnek tekinti a Téglás Imrét, mert adott esetben egy gyerekkereskedelmi ügyben én már bizonyos kormányzati szereplőkről lerántottam a leplet. Ne adjuk már el a magyar gyerekeket Amerikába, ha cigány 16 ezer dollárért, ha nem cigány 45 ezerért, és ezt rossz néven vették a jelenleg is kormányon lévő pártpolitikusok. Na, de nem akarok itt politikai kritikát gyakorolni, inkább azt szeretném csak jelenteni, hogy fogjunk össze, segítsük azt a politikát, ami bátran fölvállalja az életvédelmét. Mert hát hogy ne védjük azokat? Miért ne kellene védenünk? Hát elfogyunk. Tehát látjuk azt, hogy más népek, nemzetek, az iszlám hogyan szaporodik, és mi meg hogyan szaporodunk. Tehát egész Európa, drámai a hír, de mégis mondom, egész Európa kihalásra áll. Nincs egyetlen olyan európai nemzet sem, ahol 2 gyermeket szülnének az adott nemzet női. Mi ennek a következménye? Hát ezt is régen megmondták már. Ugye Márton Áron, Erdély szentéletű püspöke, a trianoni dráma után, amikor levagdosták a testrészeinket és Magyarországot megcsonkították, akkor a következőket mondta, talán néhányan ismerik ezt. Erdélyt nem a magyar hadsereg veszítette el, hanem azok a magyar asszonyok, akik nem szültek, és azok a tehát azok nyerték meg a magyar asszonyok, akik nem szültek, mármint gyereket, nem népesítették be az erdélyi és a magyar területeket, és azok a román asszonyok nyerték meg, akik szültek. Lehet okoskodni, hogy nincs elég feltétel, meg nincs ez, meg nincs amaz. Az Isten nem vevő, elnézést kérek, nem vevő erre az agyalásra. Szaporodsz vagy nem szokod? Ez az alapkérdés. Előbb élni, aztán lehet majd bölcselkedni. De meg kell teremteni nyilván mindent, hogy a feltételek is meglegyenek. Tehát ne legyen az a kizsákmányolás, ami itt folyik, a családok kizsákmányolása, hogy elraboljuk az időt, az anyákat kiraboljuk és beállítjuk a termelésbe különféle ígéretekkel, hogy a férfiakat és a nőket egyaránt halálra dolgoztatjuk, és bérrabszolgákká tesszük őket, ahol nincs idő arra, hogy szeressük egymást, hogy együtt legyünk egymással, hogy elfogadjuk a gyerekeket, és éltessük a nemzetet. Tehát ezek itt az alapkérdések, és nem akarok visszajönni a türelmükkel, de állok az önök rendelkezésére természetesen, ha kérdések vannak, vagy ha úgy gondolják, hogy ebben az ügyben segíteni szeretnének. Később is lehet, itt hoztam néhány névjegyet, aki esetleg ide leteszem, tegyék ezt el magukkal, és most egy anya otthon létrehozásán fáradunk. Ebben is kaptunk a
mi hazánktól segítséget, tehát az anyaság kultuszának megemeléséért, az apaság kultuszának újra teremtéséért, hogy ez a szerep legyen diadalmas, győztes állapot a nők számára, a nőtársaink számára, a honfitársaink számára, és diadalmas, győztes állapot az apák számára. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor nem lesz gyerek. Mitől lenne? Hát ha nem vonzó ez a szerep, hogy apa legyek, illetve édesanyja, akkor nem leszek apa, és nem leszek édesapa. Ugyanez az anyáknál. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, csak ezt elhallgatják. Inkább fizetnek 40 ezer forint jövedelem kiegészítést azoknak az anyáknak, már anyákról van szó, már világról szó, akik beadják a gyereküket bölcsödébe. Hoppá, hogy is vagyunk ezzel? Hát ugyanaz, a bérrabszolgasság rejtett formája. Inkább lefizet. Adok neki 40 ezer, megéri az nekem. Hát ott robotol majd nekem. Ne a gyerekével törődjön, vágja be a bölcsődébe, aztán kész. Óriási hibákat követett el ezzel az illetékes döntéshozó. Tehát ezek ellen oda kell figyelni. De van egy új dögvész is, ez pedig úgy hangzik, amikor a szándékolt meddőséget látjuk és tapasztaljuk, tehát a fiatal generáció körében, hát a búvó nem akar gyereket. Miért? Mert van a jelszó. DINK, D-I-N-K. Double income, no kids. Double income, no kids. Kettős dupla fizetést élvezhetsz, hogyha nem lesz gyereked. Ha nem kell a gyerekre fizetni. Ez is egy őrületes, ördögi dolog, hogy ne így kelljen ezt fölfogni az anyáknak, hogy próbálja ezt titkolni a kormányzat, nem lehet, hogy a nagy család az a szegénységgel egyenlő. Nekem oda-haza 7 gyermekem van. Ez a 7 gyerek nem véletlenül, ugye? Azt gondolom, hogy elhangzottak alapján. Ugye ez is a misszió része tulajdonképpen, és van, akik ezt a missziót figyelik, és a maguk erejéből követik. De hát azért nem úgy van az, hogy nekünk aztán tejben vagy, főrdünk ezzel kell a gyerekekkel. Mert én nyugdíjas vagyok, azt szoktam mondani, hogy nyugtalan nyugdíjas. Mert vannak nyugtalanító dolgok, amikkel foglalkozni kell. És hát ugye a gyermekek anyja se maradéktanul boldog, mert nem látja azt, hogy az ő eddigi nevelését azt bárki, bármilyen formában, erkölcsileg vagy anyagilag elismerte volna, 60 ezer forintot kap havonta. Na most akkor tessék összeadni a nyugdíjat. Tehát, és akkor én azt mondom, hogy jól vagyok, és akkor jól vagyok, mert nálam nyilván sokkal szegényebb, igazi mély szegénységben élő családok vannak. Ezt tapasztaljuk, amikor ezzel a szövetséggel megyünk ki, és ilyen-olyan hányatott sorsú családokkal találkozunk. Tényleg nagyon sok a újmódi szegény. Mi az újmódi szegény? Nem ő akar szegény lenni, hanem a kor teszi őket, löki le, süllyeszti le a mély szegénységbe, és az elmúlt 2-3 évben megduplázódott az örökbe adások száma. Miért? Mert a magyar családoknak nincs meg az az erejük, hogy ezeket a gyerekeket eltartsák, szelessék, örüljenek neki, és diadalmas, győztes állapotként éljék meg a szülői szerepüket. Ezért inkább örökbe kell, hogy adják. Ezt nem önszántukból teszik, hanem azért, mert például, ha megszül valaki egy gyereket Magyarországon, olyan a körülménye odahaza, mert olyan, hogy nem tud anyaotthonba menni, mert nincs már férőhely, túl zsúfoltak az anyaotthonok, akkor megszüli a gyereket a kórházban, és azt mondja neki a kórházi védőnő, vagy a szociális munkás, hogy hát Juliska, úgy hallottam a védőnődtől, hogy nincs hova menned, nincs mit enned, nincsen partnered, nem vagy egészséges, stb. Ugye tudod, hogy nem adjuk be neked oda-haza a gyerekedet, és nem kapja meg a gyerekét. Megy nevelőszülők. Az, ami megint a mi pénztárcánkból megy, meg 200-300 ezer forintot kap egy ilyen nevelőszülő azért, hogy a hozzákerült csecsemőről gondoskodjon. De mennyivel egyszerűbb és észszerűbb lenne, ha ennek a családnak a jó létére fordítanák ugyanezt az összeget. Tehát egyszerűen rossz gazda. Azt kell mondani, hogy rossz gazda emberi erőforrásokkal és anyagi erőforrásokkal is egyaránt rosszul gazdálkodik. Jelen állás szerint az a kormányzat, ami talán tegyük jobbá. Jó, ez a javaslatom, de nem akarok visszajönni, és köszönöm a lehetőséget. Beugró szereplőként ennyit tudtam önöknek mondani. Nagyon szépen köszönöm az abortusz túlélő dr. Téglás Imre bajtársunknak, hogy mindig lehet rá számítani, és Csókai András is nagy-nagy örömét fejezte ki, hogy Téglás Imre barátja lesz az, aki itt folytatja az ő előadását.
Egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni az elhangzottakhoz. Amit itt Téglási Imre barátunktól hallottunk, a számomra, mintha egyenes folytatása lett volna Csókai professzor eszmefuttatásának. Mindekettőnek a lényege a megmaradás, a nemzet megmaradás, nemzeti megmaradás. Ez azonban Isten hit nélkül lehetetlen. A hit önmagában véve azonban még kevés, cselekvő hitre van szükségünk. Erre valamennyien képesek vagyunk a cselekvésre, de ne a sátán sugallatára cselekedjünk, hanem a Szentlélek segítségével, a Jézus Krisztusban vetett hit által. És a sátán világa, amely körülvesz bennünket, úgy gondoljuk, hogy talán megváltoztathatatlan. Sokan ezt gondoljuk. Mindenkinek módjában áll változtatni ezen a rossz világon. Ha másképpen nem, akkor azáltal, hogy önmagunkon változtatunk. És ha már önmagunkon változtatunk, akkor ezáltal lényegében már valamennyit a világon is igazítunk, valamennyit változtatunk rajta. Radnótinak egyik versora jut most hirtelen eszembe, amikor nagyon sok nehézség vesz körül bennünket, és nem tudjuk, nem lejük a kiutat ebből a káoszból, és ha elgondolkozunk, hogy mit lehetne tennünk, valóban, most hadd idézzem Radnótit, ember, vigyázz, figyeld meg jól világod. Ez volt a múlt, emez a vad jelen. Hordoz szívedben, éld a rossz világot, de mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Hát eddig Radnóti. És még egyszer, a nemzeti megmaradásunkhoz valóban csak a Jóisten megmentő kegyelme kalauzolhat bennünket. Mert a világ, ez a sátán által uralt világ soha segítségünkre nem lesz ebben a törekvésünkben. De ezt mindenek előtt nekünk is akarnunk kell. Köszönöm. Köszönjük. Végül szeretnék két programot is ajánlani. Az egyik június 1-én a trianoni évfordulóhoz legközelebbi szombaton hagyományosan talán már 23. alkalommal megrendezésre kerülő trianon felvonulásunkat. Június 1-én szombaton Románia nagykövetsége előtt 13 órakor, tehát már a déli órákban lesz tüntetés és felvonulás, úgyhogy oda vár mindenkit a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, maga Torockai László is szeretettel. Másrészt a Fekete István Szabad Egyetem következő előadása, és szokás szerint a következő hónap közepe tájékán csütörtökön, ami konkrétan azt jelenti, hogy június 20-án csütörtökön 18 órakor dr. Gulyás László, történész professzor, aki Popay Gyulához hasonlóan a 20. század nagy szakértője, jó barátok is, ha jól tudom, és hát ő is egy üldözött és elbocsátott egyetemi tanár. Ő fog a 20. századi magyar történelem kulcspontjai címmel itt egy előadást tartani, immár a választások után. Várunk mindenkit szeretettel ide. Még egyszer köszönöm szépen a kitartó figyelmüket, és köszönjük esetleges adományaikat is az anyaotthon létrehozására. Isten fizesse meg!